Csengőri MB2 keleti csoportjának 29. fordulójában a sereghajtó Pest megyei gárda vendégeként léptek pályára Weber György tanítványai május 26-án. Az összecsapás remekül kezdődött együttesünk számára, hiszen Vámosi ívelése után a kapuból nagyon rossz ütemben kimozduló Gecse fölött átszállt a labda, és a hazai ketrecben kötött ki, így Bagék már az 5. percben előnyhöz jutottak. A bekapott gól után rövid időn belül kétszer is válaszolhattak volna a vendéglátók, azonban szurkos lövése elzúgott a kövesdi kapu előtt, míg az ősszel még együttesünkben játszott török próbálkozása a kapufán csattant. A folytatásban is Dúró József alakulata játszott aktívabban, viszont a félidő derekától Jeremiásék átvették az irányítást. A játékrész felénél hamar félesett évesztett célt néhány centiméterrel, majd 5 perccel később ismét gólt ünnepelhettek a lelkes kövesdi szurkolók. Lipusz élesen belőtt szöglete után Gecse ütötte ki a labdát, melyre Lakatos eszmélt a leggyorsabban, és a védő közelről higgadtan a kapu közepébe lőtt a 28. percben. Bogdányik a folytatásban is lendületben maradtak, de az ígéretes lehetőségek ellenére nem tudtak újabb gólt szerezni, ellenben a hazaiak gondoskodtak arról, hogy a második félidő ne teljen izgalommentesen. A játékrész lefújása előtt 2 perccel török cserezgetett a 16-os előterében, majd remek ütemben tálalt szurkoshoz, aki két védőt becsapva tisztára játszotta magát, és mintegy 10 méterről okosan lőtt a léc alá. Fordulás után azonnal egymásnak estek a csapatok, szinte minden támadás helyzettel zárult az első 10 percben. A legközelebb hamar járt a gólszerzéshez, azonban a támadó találatát a játékvezető Les miatt érvénytelenítette. Csapatunk az első fél óra végén a saját kapuja elé szegezte Kollárékat, akik kétségbe esetten igyekeztek megmenteni kapujukat a góltól. A találkozó egyik legszebb jelenete az 58. percben zajlott le, amikor is hamar szánta lövésre magát, mintegy 22 méterről, és a léc alá tartó bombáját Gecse csak nagy bravúrral tudta kitornászni. Alig egy perccel később ismét a hazai hálóőr mentette meg csapatát a góltól, miután Jeremiás életerős lövését bravúros vetődéssel ütötte szögletre. A Becsés sikeresen kivédekezte a kritikus időszakot, ezt követően kiegyenlítettebbé vált a játék, és a Pest megyei gárda is eljutott párszor a kövesdi 16-osig. A találkozó 83. percében egy remek hazai kontra végén elekvögte el a betörő Tótot a büntető területen belül, amiért a játékvezető 11-est ítélt. A megítélt büntetőt Kollár félmagasan a kapu jobb oldalába lőtte, így szurkosék ledolgozták a két gólos hátrányukat. 3 perccel később egy szép kövesdi akció végén jobb oldalról érkezett egy beadás középre, és a labda az egyik vecsési védő kezéről pattant tovább, azonban a játékvezető sípja néma maradt. Az utolsó percben Bagi vágta föl törököt a bal oldalon, amiért a bíró sárgalapot adott a mezőkövesdi középpályásnak, de mivel Baginak ez volt a második sárgalapja a mérkőzésen, a kiállítás sorsára jutott. Dúró József elégedett volt a 2-2-es végeredménnyel. Mind már a múltkor is lenyilatkoztam Debrecenbe, hogy jó csapatom van. A helyezés ezt nem nagyon mutatja, ugye már kiestünk, de hát az hozzá kell tegyem, hogy azért 9-szer kaptunk ki egy góllal, most egyéni hibákról nem akarok beszélni, ezt mindig elmondom az öltözőbe. Hát a mai mérkőzés is egy olyan mérkőzés volt, hogy hát az én számításom szerint 2-re nyertünk, mert 40 éve nézek mérkőzést, hát még ilyen gólt nem láttam, mint amit az elsőt kaptuk, de hát szerencsétlen kis kapus, ugye 18 éves, tehát nem is szittuk meg őt, hát 2-re föl tudtunk állni, ez mutatja, hogy a csapatnak azért van tartása. Mondom, hogy így az első gól után, ami hát ugye sajnos besikeredett, így azt mondom, hogy reális a döntetlen, mert azért a mezőkövet is birtokolt a labát második fél időbe, elég sokat, de hát mi a kontráink átütőbbek voltak, tehát én úgy érzem, hogy ez a 2-2 így, hogy kapjuk ezt a potyagot, így szerintem reális. Csapatunk hiába kezdett nagyon jól, Elekék a két gólos vezetés ellenére nem tudták megnyerni a mérkőzést. 2-0 vezetünk egy kiesett csapat ellen. Ráadásul olyan góllal az első, ami demoralizál minden, még engem is megdöbbentett, még ha mi is rúgtuk, hogy a másodosztályban ilyen előfordulhat. Nem erőt merítünk belőle, hanem egy lesüllyedünk egy olyan szintre, hogy ezt nem lehet minősíteni. Még ennek ellenére 2-0 vezetünk, és ami ugye mindig a kardinális dolog, a utolsó perc, tudunk kapni gólt. Szünetben 1000 fokon égve mondtam a dolgokat, hogy mit, hogy. Semmi süket fülekre talált, be kell látni, hogy ennek a keretnek lejárt az ideje, tehát ez a keret még egy mérkőzést fog játszani, és ha én maradok a mezőkövesd edzője, akkor ez a keret teljesen meg fog újulni, mert teljesen értelmetlen a heti munka, mert soha nem jön vissza, amikor már a nagy tétel. Amikor megijedtünk, Zsinórban nyertünk 3-at, de ezek ilyen részeredmények, meg ilyen ciklusokban, mint a EKG-m az enyém, úgyhogy erre én nem vagyok vevő. Ha a vezetés partner ebbe, akkor nyártó, hogy teljesen új csapatot kell
csinálni, mert bebizonyította Reac, Honvéd, Lecsés, egyiket sem tudtuk megnyerni, közte megijedve néha volt egy-egy jobb meccs, ez nem elég. Ez nem hiszem, hogy nekem, sem a szurkolóknak, sok játékosnak igen. Most nem szeretek ilyen dolgokról beszélni, de mégis ezen a mérkőzésen, meg az Egri múlt, hogy milyen visszamenő prémiumot, ez sem, akkor mi motiválja őket, úgyhogy ennyit tudok mondani, végtelenül elkeseredett vagyok, és szégyellem is magam, mert én ezt nehezen viselem. Együttesünk mindössze egy pontot szerzett, de a riválisok botlása miatt labdarúgóink az ötödik helyre léptek fel a tabellán 41 ponttal. Szántaiék a zárófordulóban a szomszédvár Egri FC-t látják vendégül. Simon Antal gárdája bajnokként érkezik Mezőkövesdre, hiszen a Heves megyei gárda az utolsó forduló eredményeitől függetlenül az első helyen fejezi be a bajnokságot, így szomszédaink ősztől az első osztályban szerepelhetnek. Az egyik országos televíziós csatorna élőben közvetíti a mérkőzést, emiatt az eredeti kiírástól eltérően egy nappal később rendezik meg a szomszédvári rangadót. A Mezőköves zsóriese Egri FC találkozó június 3-án vasárnap 18 órakor kezdődik a Városi Sportpályán.